Sziasztok, ez itt a Kanapészörny, benne a Walking Dead 6. évadjával. Nagyon érdekes történetrésszel van dolgunk, mivel ha az elejét nézzük a sorozatnak, akkor ismételten zuhant a hangulat. Ám ha azt vesszük figyelembe, hogy mekkora fordulatot kaptunk az évad zárásakor, akkor elszállhat az agyunk is. Ám csak egyetlen szereplő miatt mondhatjuk azt, hogy nem kis duranással számolhattunk el az évad során, és vele bizonyította be azt a sorozat, hogy még van benne kakaó. És vele bizony annyit tudott nyerni a sorozat, hogy képes volt visszaszállni az első, illetve a második évadnak a szintjére. És ezzel egyidejűleg együtt járt a sorozattal a dráma ismételten, valamint egy nagyon fontos szereplő elvesztése. Morgan több szerepet kapott, aminek örülhetünk, azonban az évad végére Rick annyira nem találta magát, mintha a fegyverekhez se értene, és ennyire legyengült az ellenség miatt. A nyitó rész nem választott jó megoldást, mert a szintelen hatás, hogy külön válasszák a jelent és a múltat, összezavarhatja a nézőket. Akkor kapaszkodik vissza a hangulat, amint értesülünk a bányáról, illetve a megannyi kóborolóról, és ezeket nagyon jó CGI-jal tették a képernyőre. Rick terve hatásos volt, hogy el akarták csalni a zombikat, azonban nem osztották ki rendesen a feladatokat. Abraham és Sasha egyedül elfoglaltak egy egész kocsit, és ez alatt nem is kellett semmit csinálniuk, csupán terelni a kóborlókat. Volt egy kis csetepaté, hogy érezzük azt, mintha ketten kellenének a feladathoz, összességében azonban nagyrészt csak üldögélniük kellett. Daryl is csak annyit csinált, hogy elkezdett motorozni, ami ugyan jó jeleneteket tudott adni, de igazából nélküle is meg tudták volna oldani ezt a feladatot, ráadásul kiderült, hogy odahaza szükség lett volna az erős harcosokra. A történet behozott egy új csapatot, akiket farkasoknak neveznek, és amikor megtámadták Morganéket, a brutalitás hatalmas volt. Ahogy azonban megtámadták Morganéket, majd ezt követően tönkretették Ricknek a tervét, a hatásvadászat eluralkodott teljesen a képernyőn, ráadásul mindezt tetézte a hangos dudaszó is. Az is furcsa volt, hogy az áldozatok ilyen elesettek voltak, mert a halálos helyzet ki kellett volna, hogy hozza belőlük a vadállatot. A legmenőbb ezúttal is Carol volt, aki bizonyította, hogy nőként bizony meg lehet állni ebben a nehéz világban is. Jesse szintén kitett magáért, bár ő egy nő ellen ébredt fel, mint túlélő, és különös mód az ő jelenete volt az egyik legvéresebb. A kapcsolatuk Rickkel lényegében tényleg odajukadt ki, amitől a férj korábban rettegett, és ezáltal jogosan kelt fel a férjnek a félelme. A férj halála végül megtörtént, és így válhatott Rick a vezetővé, ezzel egyidejűleg pedig azt is megfigyelhettük, hogy Dina mennyire aláfeküdt ezután a hősünknek. Sehol se volt a női ereje, mint vezetőként, és olyan volt, mintha belátta volna, hogy ő nem is tud ebben a bonyolult világban boldogulni vezérként. Érthetetlen, hogy miért csak a falakat erősítették meg, és nem gondoltak az épületekre, mivel látszott, hogy az egyik el fog dőlni. A kóborlóknak a betörése nagyon izgalmas volt, és azzal is nagyon jól járhattunk, hogy a jelenetek többsége este zajlott. A legizgalmasabb részt akkor kaptuk, amikor kézen fogva kellett átsétálniuk, ám itt több hibát is észrevehettünk. Korábban tömegével mészárolták Rickék a zombikat, odabent meg, most ezúttal nem bírtak el egy tucat zombival se. Illetve hiába takarták le a kis Judithot, egy ilyen csöpség nem tud csendben maradni, így őt is be kellett volna kenni zombi szaftal, ám még akkor is felsírt volna. Illetve a sorozat véletőleg nem engedhette meg magának, hogy egy ilyen kicsi lányt azzal imitáljonak, hogy bekenjenek zombi vérrel, illetve belsőséggel. A kóborlók közötti esti séta szinte tapintó feszültséget adott, az itteni tragédia viszont elfogadhatatlan lett. Eddig úgy volt a sorozat szerint, hogyha az illetők bekenik magukat zombi váladékkal, akkor a kóborlók egy ideig nem fogják őket észrevenni, most pedig kiderült, hogyha valamelyikük felsziszen, akkor egyből meg akarják őt enni. A zombik is felsziszennek, mégse akarják megenni egymást, ezért direkt szítottak halált a jelenetbe. Jesse kisebbi fia készpénznek vette egyszerűen Carolnak a korábbi fenyegetését, és ezért a hősünket nem is tudjuk hibáztatni. Carolt kellett volna elővenni, illetve a gyerek anyját, aki nem tudta átértékelni azt, hogy nem bízhat egy gyerek bátorságában. Persze igaz, hogy Carl az ő korában sokkal tökösebbnek volt mondható, de az a helyzet, hogy a hősünk a kinti világban nevelkedett. A hősnőnk halála magától értetődő volt, mert csak így enyhíthetett a bűntudatán, a nagyobbik fiúnak pedig azért kellett vesznie, mert az elmebetegség jeleit kezdte mutogatni. Vagy csak ennyire bosszút szeretett volna állni, de mindenképpen érezhető volt, hogy nem lehetett volna jól kijönni vele, amit szegény Carl is majdnem megismert.
Bár az furcsa volt, hogy a zombikat ölő Carl nem bírt el egy korabéli gyerekkel. A lányjal való közös szála ezúttal se tudott izgalmas lenni, mert egyszerűen a néző nem tartja azt izgalmasnak, hogy átadja azt nekünk a sorozat, hogy ebben a világban is lehet tinis életet élni. Carl személynek a kilövése csak a karakterfejlődés miatt kellett, hogy ne lehessen unalmasnak mondani a hősünket, igazából ugyanis meg kellett volna halnia egy ilyen találat után. A zombiknak a kiirtása végre elhozta a számunkra azt a Ricket, akiért rajongani tudunk, és itt legalább több kóborló ellen is küzdött. A többiek felrázása már hatásvadászat volt, ahogy az is, hogy Darylék később megmentették őket. Dina halála nem tudta meghatni a nézőket, és hiteltelennek is számít az, hogy a hősnők már fél lábbal a sírban van, de még így is neki akart menni a zombiknak. A fia Spencer láthatóan még sok gondot fog okozni, mert egy korábbi beszélgetésnél is érződött, hogy még az anyja se ismerte jól a fiát. Abraham és Sasha elég közel kerültek ebben az évadban, ami meglepetésnek számít, mert korábban nem kaptunk erre nyomot, hogy ők összejönnének. Mivel Rosita és Sasha ugyanazt a kemény nőt képviselik, lehet, hogy Abraham csak megunta a latin ízt és újítani szeretett volna. Vagy csak tetszett neki, hogy Sasha ellenállóbbnak bizonyul. Jó lett volna, ha kapunk egy veszekedést a két hősnő között, de a történet nem akart ilyenre kitérni. A lőszergyártásnak az ötlete nagyon nagy fegyvernek számítana ebben a világban, azonban hatásvadászatnak érződik, hogy Yuji lett erre a megfelelő ember, mert úgy érezhetjük, mintha csak erőltetett módon szerettek volna egy újabb szerepkört adni a hazugsága után. Glenn szála végig a hatásvadászat és az idegesítő úton ment, és egyedül a barátja tudta feldobni a történet részét. Ha ő nem váltja meg magát az ön feláldozásával, akkor teljesen értelmetlen lehetett volna Glennek a történet része. Átlátszó volt, amikor elhitették a halálát, és az semmire sem volt jó, amikor Carl barátnőjét kísérgette. Rick és Michonne összejövése végre megadta azt a nézőknek, amire vártak, mivel a hősnőnk túl közel került Carlhoz, illetve Rickhez is, és ezáltal kiváló anyapótléknak számít. Viszont jelek vannak arra, hogy Carl is pályázott Michonnera, és nem csak barátként gondolt rá. Morgannek a háttere elsőnek nehézkesen tudott beindulni, de utána teljesen be tudta szippantani a nézőket, viszont azzal jobban jártunk volna, ha végül kiderült volna, hogy a tag valójában a bűnöző volt. És nem az a fickó, aki végezve a bűnözővel a megváltás útjára lépett. Dennis és Tarának a leszbikus szála teljesen erőltetettnek érződik, és látszik, hogy csupán a béke szimbólumaként került bele a sorozatba. Dennis inkább Darylbe lehetett volna szerelmes, mert hitelesebb lett volna, míg Daryl egy új megóvandó szemét láthatott a nőben. A farkasoknak a bandáját nem mutatták be teljesen, de úgy fest, mintha különböznének a megváltóktól. Pazarlás, hogy végül megölették azt a fickót, akivel jellemezték az emberi megjavulást, és az is hatásvadászat volt, hogy Carolnak és Morgannek verekedniük kellett. Carolnak a karaktere kezd megfáradni, ezért akasztották rá a szabadulni vágyó nőt, mintha belefáradt volna az öldöklésbe. A megváltók elleni szál azzal indul, hogy bemutatnak egy új boldog helyet, ahol megismerjük Jézus. A jó szakállán, illetve a kemény nevén kívül hétköznapi karakternek ad, de az nagyon érdekes, hogy hogyan tanult meg így verekedni. A történet rafinált volt, hogy kegyetlennek állította be Rickéket a megváltók megölésével, és a nézők is úgy hiszik, hogy ez hiba lesz. Utána azonban jön a csattanó, amivel elhozzák magát az ördögöt a képernyőre. Mielőtt azonban elérkeznénk Negan-höz, hatásvadászatok sorait lövi el az évad. Mivel Rickéknek voltak fegyvereik, a buszból elég jó fedezékük lehetett volna ahhoz, hogy leszedhessék az ellenséget még akkor, amikor kevesebben voltak. Folyamatosan mentek inkább tovább, a történet pedig Maggie terhességét használta indokként arra, hogy úton legyenek. Dennisnek is azért kellett meghalnia, hogy ne legyen orvos közöttük, ezáltal Maggie-nek mindenképpen orvosra legyen szüksége, de ha Negan jó is ennyire a terelésben, hihetetlennek hangzik, hogy a korom sötétben pontosan ugyanoda arra a helyre tudták őket oda terelni. A hangulat viszont magáért beszélt, és Negan megjelenése a legjobb, ami történhetett a sorozattal, de ugyanennyire rémisztő is, hogy mire képes. A tervezettsége nagyon figyeleméhes, mivel mindig úgy van megvilágítva a hősünk, hogy folyamatosan meg tudjon ragadni a nézők számára. Igazából azonban a bőrkabátjával és a nadrágjával soványítják a hősünket, ezáltal fiatalosabb hatást tud kelteni. Ezt erősíti a számára a baseball ütője is, miközben ősz a borostája, ráadásul olyan szavakat használ, mintha egy sokat megélt fickót látná. Vagyis egyszerre érteti meg magát a fiatalokkal és az idősebbekkel is, amit megpakoltak a kegyetlen húzásaival.
A legfeszültebb pillanatokat akkor tudtuk átélni, amikor elkezdett kiszámolni a baseball ütőjével, ami ítéletként mutogatott. Furcsának számít, hogy úgy fest, mintha a hősünk őrült is lenne, amiért nevet adott egy baseball ütőnek, ám a női név egy különleges hátteret sejtek ennek a szálnak. Beryl nem hibáztatható a történtekért, amiért annó segített Whiteéknak, mivel a hősünk kifosztásán kívül a párosunk nem volt gonosz. Azt hittük, hogy a veszteség egy új párost ad majd Rickéknek, így amint White visszatért gonoszkodni, látszik, hogy csak csettintésre történt a megváltozása. Hiába volt benne a jelenetben, hogy valakinek baja fog esni, arra egyáltalán nem számítottunk, hogy tényleg itt valaki meg fog halni. Pont azok térdeltek, akik a legfontosabb szereplők voltak, és nem az volt döbbentő, hogy elveszíthetünk egy szereplőt, hanem az, hogy ennyire Negan kezében volt az irányítás. És persze az, hogy egy baseball ütővel fognak agyonverni valakit, a megmentésnek a lehetősége pedig egyáltalán nem érvényes. Az persze feltűnő lett, hogy Rickék ennyire tehetetlenek voltak, mert ennyi erővel inkább mind feláldozhatták volna magukat. De persze az tűnik inkább hitelesnek, hogy élni szerettek volna, és ezért nem féltek feláldozni még másokat sem. Ráadásul Negan csak azért csatlakozott a történethez, hogy legyen egy karakter, aki letöri a mindig kevény Ricknek a szarvát. És hát bizonyította is a sorozat, hogy sikerrel járt, azonban azt láthattuk Ricknek a szemében, hogy olyan csillogás volt benne, hogy ennek az estének még nagyon nagy bosszúja lesz a következménye. Szörnyű lesz megtudni, hogy ki vált áldozattá, ám kérdés, hogy látni fogjuk-e az agyonverést, vagy csak a holttestet fogják majd mutatni. Mivel Negan akciója olyan volt, mintha a nézőket intézte volna el, ez mégiscsak visszafogásnak számít, hiába volt így is nagyon brutális a jelenet, és ez nem megszokott a sorozat 18-as karikájához képest, de hát nagyon várjuk a következő évadot, hogy mi lesz. Ha nektek is megvan a véleményetek az évadról, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, nektek jó döntés volt-e behozni Negan karakterét a sorozatba? Ez volt a Kanapészörny benne a Walking Dead 6. évadjával, találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért!